Benni reggeli csinál nekünk. Ügyes vagyok. Anya, a bébi könnyű. Ne hagyj el. Azt tanulok, hogy elfutni. Te vagy a Soltánom. Mi lehet egy ilyen gasztro család leszünk, nem? Úgy kell, hogy vákumot csinálj benne. Na jó, azt azért megnézném, aki szívesen megeszi az így kitálalt ételt. Nini, most mi történik? Benni reggeli csinál nekünk. Az jó lesz? Igen. Sziasztok, én Bubu vagyok, és most megtanulok tojást sütni. Milyen tojást fogunk sütni? Rántottát. Na, szerintem akkor fel kell törni a tojásokat, amit elővettél. Nagyon óvatosan. Egy erősebbet, és tegyed bele. Új, szépen. Jó, és tedd abba a kis narancssárgába. Ügyes vagyok. Ne hagyj el. Jöhet a következő. Ott. Felesett a helyai. Azt mondjuk, akkor ki kell horgászni belőle. Segít! Gyere háttér, meg kicsit kinek a tojás, ide-oda, ezt kell törüljük, hogy a ruhád ne legyen olyan, jó? Azt vegyél elő egy innen, egy olyan kis habkeverő. Nincsen pici? Azaz. Azt a kanalat tedd át a narancssárgába. Csak ilyenkor mindig csökök tesz le. Vegyél elő sót, Bubukám. Úgy csináld, hogy nyisd ki, és a tenyeredbe szórjál először, hogy nehogy sok menjen bele. Először a tenyeredbe nézd meg, hogy jó, az nagyon-nagyon sok. Csak egy kicsit így rázd el bele, így egy kicsit. Anya, a bébi könnyű. Bébi könnyű, na rakd össze akkor a bébi könnyű. De nézd, ezt kezd az egyessel, ezzel. Danike, vegyél elő egy kicsi serpenyőt, megtalálod a konyhában, hogyha leszállsz, és ott van a jobb kezednél, alul, és ott van egy ilyen pici serpenyő. Ez? Ez tökéletes, igen. Zárd be a fiókot, és tedd fel ide. Ezt kilapodnak el, jó? Oké. Ide? Ezt így elforítjuk, hogy lenever, és ott egy gomb, amit meg kell nyomnod. Igen. És akkor feljön a pár. Azt tanuld meg, hogy ezt oszd így fejedben négy felé, hogy egy rész, két rész, három rész, négy rész, és itt is itt van egy rész, két rész, három rész, négy rész. És most ugye ezen a részen sütünk, akkor ezt nyomd meg azt a részt. És itt nullától tízig beállíthatod, hogy milyen hőfokon szeretnéd. Nagyjából a közepére kell tenni. Hol van a nulla és a tíz között a közepe? Aha. Mondjuk hatos jó lesz. Szuper vagy. Nézd csak, itt ebben a szekrényben találsz egy kicsike olajat. Azt kell alá tenni. Ha egészségeset szeretnél, akkor egy picike az olívaolaj, az is mehet bele. Meg az a te méretedhez jobb is tesz. Ez? Igen. Nem az ecet, de el tudod most már olvasni, úgyhogy... Igen, szerintem egy kanalat vegyél elő, vagy mondjuk abból nem folyik annyira, abból tudsz beleönteni rögtön egy keveset. Amikor elkezded egy így kicsit felé szeretni, tudod tenni a kezedet. Csak ne érj hozzá az olajhoz. És érzed, hogy mennyire meleg. Meg a serpenyőről sem, mert megéget. Milyen? Előtted van egy sötét tablet, és közben építed. Na, sikerül ez az első? Ne. Mi a baj? A
most, hogy én nehéz nem lakom. Micsoda? Ide lehet élni, ahol nincs. Nehéz? Igen. Az a baj, hogy nehéz. Segíthetek? Hideg is. Aha, értem. Szóval ez a játék, ennek a neve az, hogy ementáli. Ementáli? Ementáli, az egy sajttípus, tudod? És egy logikai játék, itt van 48 féleképpen van kezdő, junior, expert és mester szinten összerakható. És ezt egy repülő útra vettük még a Bennybe. Már anya már lehet, és tedd ide fölé, és szerinted már jó? Te érzed te szerintem, szerinted már jó? Szerintem igen. Ne írjál a tudom, már mondtad. Most mit csinálja? Most egy picit várjál, és elkezd majd sülni, fehéredni, és azzal, amivel keverted, azzal is keverheted, de elővehetsz, hogy ha van egy olyan, ami jobban tetszik, ilyen keverőlapát, az jó, akkor várjál egy picit, hadd süljön, addig tedd vissza abba a tálba. Ez még gyakran. Meg tudtad így csinálni? Hát ez már egy felnőtt fokozat. Ez már igen, az expertbe tartozik, hát ez zseniális. Csap bele, óriás pacsi. Nagyon ügyes vagy. Hát még a babás. Hát az a kezdő, igen, amikor tanuljuk, hogy kell. Jól csináltad. Bubu, a tojás alatt ne hagyd őrizetlenül. Oké, feldöttem egy gyere gyorsan. Emeld fel gyorsan. Igen. Látod? Sókristály. Apa, gyere! Sókristály készül. Hajj, nézzem! Teljesen. Hogy én nem látom. Megmutatja neked, apa, nézd. Sókristályok. És ez hogy készült ez a kísérlet? Úgy, hogy... Vizet, én megkosztaltam egy nagy méretű mérőpohárba, és utána egy kis sót, és úgy átöntöttük ebbe, és már két napja csináljuk. Ezt össze kell kavarni. Nézd csak! Ezzel is összekeverheted, nézd, így. Ezt fogjuk meg. Mi sakoldod a tabletedem? Úgy, és akkor úgy, szépen. Mi sakoldod a tabletedem, Bubu? Nem mondom meg. Miért nem? Hát mert nem is tudja beütni. És lefújtja. Ismeri a számokat, be tudja ütni. Nagyon szép lesz. Lisbonak a számja? Nem mondd meg. Apa, tőled kérdezik. Most mikor lesz is kész? Amikor minden oldala megsült. Kicsit így tört, vágd szét így a végével. A kávéba bele másik. Anya. Az légy, drágám. Mit mondtál? Én vagyok a szolgálója. Nem. Te vagy a séf. Borka, ilyenek kellene? Hát te tudod, hogy kellene-e. Ő szolgált ki. Milyen reggelit készített, Bubu? Ez nagyon finom. Van a fejt, apa fog. Annyira, de annyira
Közben itt bontogatunk a reggeli készítés után a lehető legjobbkor megérkezett egy ajándékcsomag a Lindtől, mert megnyílt a legújabb üzletük az Aréna plázában, az Aréna Mallban. Itt látjátok a panoráma részeknél. Hú, Benni, mit kóstolunk? Úristen, de gyönyörűek! Ó, az mennyire jó! Fogyi! Na és a Benni rárepült teljesen erre a csilisre. Ezt akarja megkóstolni, ugye? Megkóstolod? Megmered kóstolni? Tényleg? Aha. Mi lesz, hogyha nagyon fog csípni? Leölvítem a számot. Nézd, mama! Neki ne hagyja. Ó, de drága vagy! Megjött közben mama is. Igen, ebből leszek, ebből van szó. Jó, hogy ez elég sötét csoki. Izgulsz? Megkóstolom. Itt a villa, megkóstolom! A csiliset. Csíp! Csípős? Nem, nagyon jó. Kóstol meg. Nem csíp? Most, hogy a gyerekek megreggeliztek, becsukiszta. Anyukám megérkezett menet közben, a Csabi pedig elment időközben, így most én elvonultam dolgozni, itt vagyok a dolgozó szobában. E-mailek sorára válaszolok, illetve hát rám vár még vagy 40 oldalnyi szerződés, amit át kell néznem, javítanom, kommentelnem, stb. Úgyhogy nagyjából szerintem a következő, hát 2-3-4 órát biztosan itt fogom bezárva tölteni. Erről sok mindent azért nem örökítenék meg, mert nem mondhatnának vele benneteket. De egyébként azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy alapvetően így dolgozom, és itthonról dolgozom, mert hát itt alakítottunk ki egy ilyen kis irodát magunknak a Csabival. Korábban béreltünk mindig különböző helységeket, de úgyhogy a házban volt lehetőség meg hely a kialakítására, így úgy gondoltuk, hogy bár nem egyszerű a gyerekek mellől, de összességében sokkal jobb így, mert mégiscsak itthon vagyunk, és halljuk, érzékeljük a gyerekeket, többet vagyunk velük, nem kell időt töltenünk azzal, hogy valahová elautózunk és visszaautózunk. Azért beberontanak itt időnként, és keresnek egy-egy Lego alkatrészt, meg hasonló dolgokat, és mindez idő alatt egyébként, amíg én dolgozom itthonról, az idő alatt egyébként anyukám szokott a gyerekekre vigyázni, tehát nagyjából egy ilyen késő reggeli időpontban szokott érkezni, mondjuk egy ilyen, hát egy ilyen 10 óráig mindig megérkezik, és általában egy ilyen 3-4 óráig itt szokott lenni és segít nekünk, ő egyébként a háztartásban is nagyon sokat segít nekünk, illetve hát így a gyerekekkel ilyenkor ő játszik, meg együtt főzögetnek, általában közösen megebédelünk, van, hogy én kimegyek, megfőzöm gyorsan az ebédet, de van, hogy ő hoz otthonról valamit. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt a részét a kis életünknek tudtátok-e, úgyhogy ezzel gondoltam, hogy elmesélem nektek, hogy ezek hogy szoktak egyébként nálunk zajlani. Tehát én belevetem magam itt ebbe a papírhalmazba előttem, ami van, látjátok. Nem kevés dolog, annyira nem izgalmas, de ahhoz, hogy mondjuk egy-egy szponzoráció, egy-egy tévéműsor, egy-egy reklám elkészüljön, ezekben megjelenjön, az nagyjából a teljes folyamatnak, munkafolyamatnak szerintem mondjuk a hát nagyon-nagyon csekély, tényleg 1-2 pár százaléka. Az azt megelőző előkészítések az, ami mindig borzasztóan hosszú, az árajánlat, küldések, egyeztetések, szerződéses folyamatok, maguknak a anyagoknak az elkészítése, videóról van szó, vágási folyamatok, stb. Jóváhagyatás, javítások, stb. Úgyhogy ezek nem annyira izgalmasan hangzó dolgok, nem is azok egyébként, de így áll össze egy egészé az, amit például én is csinálok nagyon sokakkal egyetemben. Ennyi. Felfüggesztettem a munkát egy kicsit, mert nagyon-nagyon éhes vagyok én is. Ezzel nem sokat ettem még ma, de kávét azt hittem eleget. Úgyhogy gyorsan összedobok a gyerekeknek egy kis krémlevest, abból a zöldségből, azokból a zöldségekből, ami már nagyon a végét járja. Édes burgonyából meg van egy kis szottyat, nagyobb tökünk,
úgyhogy egy ilyen édes burgonyás tök krémlevest egy kis tejfölre sűrítve, és van lefagyasztva a fagyasztóban egy csomó ilyen húsalaplevem, húsvétrós fonkalaplevem, úgyhogy azt ilyenkor ki szoktam venni, 2 perc alatt legmagasabb fokozaton kiolvad az egész lé a tűzhelyen, úgyhogy abba megy bele, meg egy kis, hát szerintem a rudacskát fognak enni. Megint bent ragadtam egy 3 órára a dolgozóban, széthasad a fejem, de még mindig nem végeztem. Mama közben távozott tőlünk, és a fiú pedig úgy tűnik, itt Bubu 5 feliratta, még 5 éves volt, amikor kapta a jelmezt. Együtt itt sütnek, főznek, úgy tűnik ma ez egy ilyen nap. Ez milyen? Jó, még egy kicsit lehet korállapú. Én kiveszek belőle 3-at, és utána a tiéd az egész jó, csak ne es onnan le. Benni éppen ilyen liofil... Ne, arra ne! Liofilizált, ilyen fagyasztószállított... Liofilizált. Hívnod magad innen, ami ilyen? Nem csinálható. Csinálhatsz, figyelj, kinyomok 3-at, így utána csinálható. Ez milyen? Szóval ezt a ilyen fagyasztószállított gyümölcsöket nagyon szeretjük, és ezzel díszítenek éppen. Sütöttünk egy sajt tortát, és a Csabival éppen itt díszítgetik a gyerekek, szórakoznak. Vághatok ki egy rákot, ennyit hallottam. Nagyon vicces. Várjatok, még egyet ki kellene egy normálisat nyomni utána. Én adtam neked valami formát. A poharat. De a poharban nem fogom tudni kifúrni. Ne legyen szög, akkor legyen egy középen nagy és 2 kicsi a szélén. Tálalunk. Tanulunk. Mindenki főzni, sütni, dekorálni tanul nálunk. Egyetlen egyet, vagy szedjek még ki. Mi lehet egy ilyen gasztro család leszünk, nem? Amúgy egy ilyen kis... Benni, ne kérlek, Bubi, azt az egyet hagyd meg nekem, amit nagy nehezen kiszedtem. Azt hagyja, a sajátját próbálja kifújni. Azt nem fogod tudni, nézd, úgy kell, hogy vákumot csinálj benne. Na jó, azt azért megnézném, aki szívesen megeszi az így kitálalt ételt. Jaj, mi van ezzel? Semmi. Hát a gurmétre. Levegő. Válaszolj már a ninjónak. Igen, ninji. Mostantól tiéd, rombolhatsz. Azt törd meg még szerintem. Rombolás? Ne. Hát ilyen desszerteket rittyentenek nálunk a... férfiak, úgy tűnik. Ez azért elég patentül néz ki, Csabi. Nagyon csodás. Viszitek Klári mamána? Tessék, drágám! Felöltöztél? Kicsit bele van húzva abba. Így jó? Jó, így jó. Na, srácok átmennek, meglátogatják Klári mamát, akit nem láttak. Szerintem, hát már március. Ja, tényleg anyák napján vittek neki virágot, és így a kapun keresztül átadták, de egyébként így nem érintkeztünk vele szerintem már lassan 3 hónapja. Nem, akkor beálltunk az udvarra, és úgy beszélgetnek. Hogyan? Beálltunk az udvarra, és a kocsiból beszélgetnek, ez elég fúzó. Azt majd én elpakolom. Azt hagyjad. Megfogod egy picit? Így. Mert ezt meg akarom mutatni, jó, hogy, csak tiszta gyúz a kezem. Hogy mit visztek Klári mamina. Ne legyél már türelmetlen. Te mondod, hogy ne legyek türelmetlen, te vagy a világ legtürelmetlenebb embere. Szóval ezt a gyerekek formázták, van itt ilyen három... Ahogy én forgatom a kamerát, te úgy forgatod. Ja, bocsánat. Háromszöget, meg ilyen karikát, meg ilyen amorf, mindenféle dolgot. Ezek ilyen non-figuratív kis sütemények. Igen, azokat de nagyon úgy kell csinálni, hogy mindenki kicsit szabadjára engedi a képzeletét, és ami kifér a csövön. Csabi az egy gasztro mester, master lett. Nem, csak megújítom ezt az unalmas főzöcskélést. Unalmas? Nem unalmas a főzöcskélés. Szóval most átmennek a fiúk egy kicsit, megtörik a
felhívom a karanténját, és neki kiszik azt a kis ütömét, úgyhogy ne hagyd itt, légy szíves. Én pedig kapok még egy plusz órát, mondanám, hogy megnézni egy sorozatot, vagy nem tudom, egy olvasni egy pár oldalt, de nem ez fog történni, hanem visszaállok a... Visszaülök a... Nehogy esett az eső, ne a legújabb, legszebb cipőbe menj. Egy olyanba, aminek nem akkora kár, hogyha sáros lesz. Szóval visszaülök a gép elé dolgozni, csak előtte még lefotózom Csabinak a süteményét. Várjál, nem tudom, tehát ahhoz el kell menni, venni kell, be fogsz ugyantani. Mit szeretnél csinálni? Meg kell megnézni, hogy ott van egy kicsi dolog, a világító. Ilyen maximum por van még, világító por, de az nem elég ehhez. Annyira cuki ez a cipő. Nézzétek, ez a néni, én most vettem. Annyira micsoda? Teket a tárgya mamánál egy nagyon izgalmas helyre. Hova? Hova mentek? A padlásra. Már valaki a padlásra? Én még soha semmilyen padlásra. Fejjártál már ott a padlásra? És életem első padlásjárása. Életem első padlásjárása. Futtunk mirályékkal. Micsoda? Futtunk mirályékkal a padláson. Mirályékkal a padláson? A hotelben. Ne. Találkozunk. Ó! Oh, a lábam, én is azon járom! De... Kicsit beelőztek téged. Találkozunk. Minden nem elmerül. Jó, nem baj, én itthon leszek. Nyugodtan nem merülhet, és nyugodtan lehetek itthon, azt mondta Nini. Úgyhogy most már biztos, hogy nem voltak vagyunk. Visszakerültem a dolgozószobába. Még van egy pár oldalnyi szerződés előttem, azt gyorsan átnézem. Aztán olyan jó lenne, ha tudnék még csak egy 20 percet pihenni, mielőtt visszajönnek, és megkezdődik a vacsoráztatás, fürdetés, fektetés. Bár mostanában az igazság, hogy volt pár este, amikor végre Csabi átvette újra a régi szép időkhöz hasonlóan a fektetési altatási procedúrát, és kifejlesztett tegnap estére egy olyan módszert, amitől a gyerekek egy percen belül elaludtak. Monoton olvasás a titka. Először a János Vitézt olvasta el nekik, aztán nem tudom, megint valami verset. Tegnap meg már egy általuk választott mesét, és belealudtak mind a ketten, úgyhogy működik. Mondtam, hogy tartsa meg a jó szokását, tartasson nyugodtan. Na, dolgozom. Na, hellóka! Megjöttetek? Uh-huh. Mit hoztál? Csak úgy hoztuk. Köszönöm! Ki szedte? A Nini meg a Klári mama, de én adtam oda, mert a parta a kezembe. Hát ez nagyon-nagyon szép. Nini, ne járkálj ezzel a csentkóval. Na, én csinálok egy kis gyors vacsorát. Mit?